hogy a rajzfilm történelem leghíresebb nyusziát tehetséges rajzfilmkészítők teljes csapata találta ki, még a 30-as évek második felében. Az azonban még csak nyomokban emlékeztetett a később hihetetlenül népszerűvé váló Tapsi Hapsira. Habár a Warner Bros. Rajzfilmjeiben már 1938-ban megjelent egy agyafúrt nyúl, ismert külsejét és beszédmódját csak két évvel később kapta meg. Elsőként a Tex Avery rendezte Bolondos dallamokban jelent meg, és már ekkor elhangzott a később szállóigévé vált Mi a hézak hapsikám mondata. Mi a hézak hapsikám? 1946-ra már a legnépszerűbb amerikai rajzfilm figurává nőtte ki magát, legalábbis a Variety szavazásán első lett a kategóriában. A főszereplésével készült 99 Bucks 1959-ben megkapta a legjobb animációs rövidfilmnek járó Oscar-díjat is. Tapsi Hapsi figurája pedig nem halványult az évek során. A rajongók egy szelet répatortával ma is nyugodtan felköszönhetik.